Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják május 6-án kedden. Köszöntöm nézőinket. Mai összefoglalónkból megtudhatják majd, milyen témák szerepeltek a Megyei Jogú Városok Szövetsége Környezetvédelmi Bizottságának pécsi ülésén. Ellátogattunk arra az előadásra is, amelynek keretében a PTE egyes számú gyakorló iskolája állította színre az Emil és a detektívek című darabot. Ha velünk tartanak, kiderül majd, milyen szolgáltatásokra és milyen árakra számíthatunk a strandokon az idei szezonban. És ha már a közelgő nyárnál tartunk, felhívjuk a figyelmüket néhány olyan veszélyre is, amik tipikusan ebben az időszakban leselkedik a fürdőzőkre, kirándulókra. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. Az elmúlt hetek kétség kívül legnagyobb visszhangot kiváltó rendezvénye az a hétvégi budapesti demonstráció volt, ahol többek között politikusok és művészek emelték fel hangjukat drogügyben. Kinyilvánított céljuk nem a kábítószerfogyasztás liberalizálása volt, hanem az, hogy az alkalmira könnyű drogokat fogyasztókat ne sújtsa annyira keményen a törvény szigora. Ennek ellenére, vagy talán épp ezért a demonstráció gyakorlatilag botrányba fulladt, mert az ellentüntetők meglehetős nyomatékkal adtak hangot aggályaiknak és tiltakozásuknak. Az ügyben politikusok sora nyilvánult meg, így vagy úgy, egy szakember véleményét azonban semmi nem pótolhatja, ezért kértem a stúdióba dr. Szemelyác János addiktológust, a megyei drogambulancia vezetőjét. Szervusz! Először nem arra lennék kíváncsi, azt majd a beszélgetés végén kérdezem meg, hogy egyetértesz-e a demonstráció szervezőinek céljaival, hanem hogy egyáltalában véve szerinted drogügyben jó megoldás lehet-e egy ilyen demonstráció? Hát a melléket táboros úgy azt mutatja, hogy nem. És talán ebből a szempontból Magyarországon meg kiváltképp nem, mert úgy tűnik, hogy valahogy nem tudunk ilyen módon politizálni, vagy véleményt nyilvánítani. Másrésztről meg Magyarországon minden nagyon átpolitizált. Tehát úgy láttam, hogy a választásoktól elkezdve, vagy talán onnan fogva is, nem igazán vannak szakmai vélemények, nem igazán lehet bizonyos dolgokról vélemény nyilvánítani anélkül, hogy ettől ne állnék valamelyik oldalra, és nem mondanám azt, hogy akkor én jobboldali vagyok, és akkor ezért a jobboldali véleményt vallom, vagy baloldali, vagy liberális, és akkor ettől a másik véleményt. Tehát Isten igazából nincsenek szakmai érvek. A tüntetésnél ugyanezt láttam, és hogy szerencsés volt. Tehát úgy tűnik, hogy nem volt szerencsés. Én meg szakemberként, meg ebben az egész rendszerben dolgozóként azt látom, hogy jön egy tüntetés, nyilván, hogy az alap indokok, vagy egyáltalán az, hogy miről is szólt volna eredetileg, hogy ne a büntetés, ne a kriminalizálás legyen ennek a dolognak a megoldása. Ez nem derülhetett ki egyébként. Ami alapvetően nyilván üdvözlendő dolog, de azt gondolom, hogy most megint van csáncsognivalója a politikusoknak, a különböző pártállásoknak azon, hogy akkor ha kábítószert emlegetünk, akkor egyből az van, hogy nem, semmiféle liberalizálás nem lesz, meg arról beszélünk, hogy engedélyezzük-e marihuánát, vagy nem. És nem arról beszélünk, hogy miért nincsen például átfogó országos prevenciós program, miért nincsenek prevenciós szakemberek, miért nincsen egy drogambulancia, és így tovább, ellátórendszer, stb. Tehát, hogy nem erről van. Hogy mennyire átpolitizált a dolog, az bizonyítja, hogy az MDF rögtön nyilatkozattételre kérte a kormányt, hogy határolódjék el ettől az akciótól, amire Gályi Zoltán kormányszóvivő azt reagálta, hogy nincs napirenden a marihuána liberalizálása. Ez egy addiktológus számára jó vagy rossz hír? Egyáltalán jó-e a mostani törvényi szabályozás? Én a mostani törvénytől vártam volna azt, hogy amellett, hogy valóban üdvözlendő, hogy az elterelés, tehát az, hogy a büntetés helyett valaki választ egy gyógykezelést, vagy megelőző felvilágosító kezelést, ez mindenképpen jó. Azt gondolom, hogy nem került bele a törvénybe például az, hogy differenciálni kellett volna a különböző típusú kábítószerek között. Tehát úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy valaki marihuánát ad át, terjeszt, vagy bármi, vagy kokainnal és heroinnal műveli ugyanezt. Tehát valamilyen szinten a büntetési tételekben ennek meg kellett volna jelennie. Visszatérve arra, hogy örülök-e annak, hogy, vagy nem, hogy a marihuána liberalizálásról esik szó. Most nyilvánvaló a kriminalizációnak, annak, hogy büntetjük a könnyű drog fogyasztást, több kára van, ezt mondták a tüntetők is, tehát számos kára van. Hogyha a marihuánát engedélyeznénk, akkor nem a büntetésnek lenne több kára, hanem természetesen a fogyasztásnak. Tehát nyilván ez egy elég nehéz dolog, ebben egyensúlyt, meg valahol egy... Tényleg ez egy nagyon kényes egyensúly. Egy picit gondoljunk vissza az alkoholra. Az alkoholban egyáltalán nem oldottuk meg a problémát, hozunk helyette egy másik drogot. Kicsit azt mondanánk, hogy akkor az öregek isznak, számos problémával, pszichiátriák tele vannak deliráló, 50 év körüli, 50-60 körüli férfiakkal, a fiatalok meg szívjanak füvet.
Nyilván, hogy ők nem jutnának el a delírium állapotáig, viszont kimaradnának az iskolából, csomó családi problémát ahelyett, hogy megoldanák, gondolkodnának a jövőkön, inkább szívnak. Ez nyilván ez sem jó. Tehát például a holland példát, ha mindig emlegetik, azt gondolom, hogy Hollandiában a marihuána liberalizására úgy kerülhetett sor, hogy igenis ott van egy csomó olyan intézmény, szakember, prevenciós program, a fiatalokat figyelő és foglalkozó szolgáltató rendszer, amely a problémás embereket kezeli. Nálunk... Maga a törvény semmiképpen nem oldja meg ezt a kérdést, azt mondod. Nem mondja akkor meg se, ha túlbünteti, kriminalizálja, és akkor se, hogyha megengednénk. Így van. Nem erről kéne beszélni valóban. Viszont engem meglepett az ellenzők heves reakciója. Tehát az, hogy hát tojással, ez... paradicsomokkal, üvegekkel dobálták a szónokokat. Igen, és igazából nem, ha ki sem derülhetett, hogy miről szólt volna ez a demonstráció. Így van. Hát szóval mondjuk így a Európa felé menetelve az ember ezen így kicsit inkább szégyenkezik, hogy ilyen országban élünk. Valóban úgy tűnik, hogy egy csomó ember számára minden ilyen lehetőség az egy verekedési, egy üvöltési lehetőség, amikor tulajdonképpen nem is a véleményemet akarom elmondani, tiltakozok bármi ellen. Kimertek az utcára, és ottan üvöltözhetek. Szóval úgy tűnt, volt néhány olyan ember, akivel beszéltem azóta, és részt vett ezen a programon, és azt mondta, hogy szóval valóban megdöbbentő volt az úgymond ellentüntetőknek a felállása, a részvétele, teljesen ellehetetlenített bármiféle párbeszédet. Nyilván nem erre van szükség. Nincs már értelme annak a megelőlegezett kérdésnek, hiszen a szavaidból kiderült, hogy egyetértesz-e és mi módon ezekkel a célokkal. Egyetlen kérdés a végére. Ugye van egy olyan gondolkodásmód, vagy van egy olyan kalkuláció, hogy igaz ugyan, hogy a kemény drogosok nagy hányada előtte füvezett, hogyha így nézzük, ugyanakkor a füvezők ellenyésző része válik később kemény drogfogyasztóvá, mondják ezt. Ebből engem egyetlen dolog érdekel, hogy függővé lehet-e valóban válni a marihuána fogyasztástól, vagy sem. Igen, természetesen függővé lehet tőle válni. Alapvetően pszichés függőség, mint például játékszenvedély, vagy vásárlás, vagy stb. Tévé, internet függőség, ugyanígy működik a marihuána is. Nem beszélve azért arról, hogy valóban hatásfokkal kisebb, vagy kevesebb probléma jelentkezik fűszívástól, mint akár alkoholtól, nem beszélve a heroinról, vagy társairól, de hogy azért vannak problémák. Tehát kialakulhat pánikbetegség, depresszió, pszichózis, lehet a vérnyomás ingadozásnak számos komoly következménye, szívritmus zavarokat okozhat. Tehát problémák is jelentkezhetnek természetesen, aki reggeltől estig csak szív, és úgy gondolja, hogy neki csak úgy érdekes a világ, hogyha ez marihuánával történik, az az ember természetesen függővé válik ettől a szertől. Dr. Szemelyec János, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Az országos környezetegészségügyi programot is ismertették a Megyei Jogúvárosok Szövetsége Környezetvédelmi Bizottságának mai ülésén. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kibocsátott tervezetet a szakemberek regionális szinten állítják össze. A program része a Nemzeti Környezetvédelmi Programnak, és mindig 6 évente állítja össze az illetékes minisztérium. Az idei esztendőben indul a második ciklus, amely alapvető változtatásokat tartalmaz az előzőhez képest. Így például a klímaváltozás egészségügyi hatásait, valamint az élelmiszerbiztonság alapvető kérdéseit is taglalja. A minisztérium által kidolgozott programot a Megyei Jogú Városok Szövetségének segítségével regionális egyeztetéssel kívánják teljessé tenni. Igen, jó helyen tartunk. Például az ISPÁ-t tudom említeni, ami egy igen nagy program, és igen előrehaladott állapotban van, ami ugye a csatornázást érinti, ami része a környezetvédelemnek. Másrészt a hulladékgazdálkodásunk országosan is kiemelkedően jól teljesít, a Biokom révén természetesen, és a Biokomnak vannak tervei a regionális hulladékgazdálkodással kapcsolatban, tehát élen járunk, azt kell, hogy mondjam, országos szinten. Egy országos program pontosan annyit ér, amit egy központban kitalálnak, amennyit az ország területén, az adott régiókban, megyékben megvalósítanak belőle. Ma itt éppen erről fogunk beszélgetni, hogy az új 6 éves programon belül erre a régióra, erre a megyére, mi az, ami a helyi specialitásoknak megfelelően, hiszen azért minden megyében mások a súlyponti kérdések, amelyek a helyi specialitásoknak megfelelően kell, hogy szerepeljenek az itteni programban. A miniszteri biztos nem kívánta a megbeszélés előtt részletekről beszámolni. Állítása szerint a Környezetvédelmi Bizottsággal végzett közös egyeztetést követően lehet majd a térséget érintő konkrét feladatokról beszélni.
A hirtelen jött nyárban jó hír lehet a hűsölni vágyóknak, hogy az elmúlt hetekben lezajlott karbantartási munkálatokat követően ismét kinyitott a pécsi hullámfürdő. A nyári szezon küszöbén arra is kíváncsiak voltunk, mekkora forgalomra számítanak, milyen szolgáltatásokkal és milyen árakkal várják a látogatókat Baranya és a megyeszékhely strandjai. A korán érkezett májusi kánikula egyelőre még csak keveseket csábított ki a strandokra, holott több fürdő már május 1-én megnyitotta kapuit. Így volt ezzel a pécsi hullám is, amely az első hosszúra nyúlt hétvégén még nem büszkélkedhetett nagy forgalommal. Remélem, a nyári időjárást egy kicsit jobban el fogják a meteorológusok találni, mint a hétvégit, hiszen azt mondták, hogy kánikula lesz, ehhez képest sajnos esős volt inkább a hétvége. Vasárnap, illetve szombaton volt egy kis napsütés, de ez nem csábította igazán az embereket, hogy meginduljanak. Kell egy pár nap ahhoz, hogy hőség legyen, hogy a strand tele legyen. Azért a tegnapi meg a mai nap egy kicsit jobban sikerült, és látszott is már a tegnapi forgalom, és ma délután is szerintem másokkal lesznek. Kedden délben ott jártunkon, még mindig igencsak kevesen lézegtek a hullámban, amely a többi stranddal ellentétben már január 1-én megemelte árait. Ezúttal átlagosan 10%-kal drágultak a belépők, a felnőttjegy például 550 forintba kerül. Hasonló mértékű áremelkedés várható Orfűn, Szigetváron és Harkányban is, ám ezek a strandok a szigetvári kivételével még nem fogadják a vendégeket. Harkányban május 18-án, Orfűn pedig hagyományosan június 1-én kezdődik a strandszezon. A pécsiek által kedvelt orfői stranddal kapcsolatos hír, hogy várhatóan a medencéket működtető Komlóvíz Kft. Veszi át a parkoló üzemeltetését is, így talán valamivel kedvezményesebb lesz a parkolás. Sikondán idén megkezdődnek a fürdő felújítási munkálatai, ám a leválasztott munkaterület nem zavarja majd a látogatókat, akik jövő hónap 1-től a tavainál 10%-kal drágább jegy ellenében vehetik igénybe a szolgáltatást. Pécsett a szintén népszerű Pallák strand május 30-án nyit, itt a megszokott szolgáltatásokat vehetik igénybe a vendégek, akiknek ebben a fürdőben is 10%-kal kell többet fizetniük a belépőjegyekért. Az ANK uszodája lubickolásra alkalmas, de napfürdőzésre már kevésbé, délutánonként csak az uszodát használhatják a kánikulában felfrissülésre vágyók. A strand üzemeltetők ugyanakkor bíznak abban, hogy az elmúlt évek kedvezőtlen időjárása után végre az 5 évvel ezelőtti fürdőbarát időjárás köszönt be. Nagyon remélem, hogy a tavalyi meg a tavaly előtti csapadékos július-augusztus időjárás idén már nem fog előfordulni, és talán tényleg nyári időjárás lesz nagy melegekkel. Én azt remélem, hogy egy olyan 1998-ban volt utoljára nagyon jó nyár. Én azt remélem, hogy az idei nagyon kemény tél után talán nagyon kemény nyár lesz, és sokan fognak hozzánk látogatni. A hullám a tavaly előtt megnagyobbított zöld terület, a tavaly létrehozott játszótér mellett idén egy újdonságot is kínál a vendégeknek. Ez a fal hamarosan ugyanis élményfallá alakul át. Próbálunk minden évben valami fajta új dolgot kitalálni, elsősorban a kisgyermekeknek, hiszen nyáron rájuk számítunk a legjobban. Idén egy mászófalat, egy látványparkot fogunk kialakítani a régi pénztár épület lebontása helyén kialakult kerítésen. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog lesz, és én nagyon remélem, hogy meg fogják szeretni a fiatalok, és sokan fognak jönni, és sokan fogják ezt használni. Az építkezés várhatóan június közepére fejeződik be, így az iskolai vakáció kezdetére már kész élményfal várja majd a diákokat. Május közepére a hullám második számú 33 méteres medencéje is elkészül, így a város fürdője minden tekintetben felkészülté válik a strandolók fogadására. A küszöbön álló nyári szezon a strandok állapota mellett természetesen egyéb olyan témákat is felvet, amelyek rendszeresen ilyenkor kerülnek a felszínre. Ezek egyike a kullancsveszély, főleg a kirándulókat érintheti. A napfény esetleges káros hatásait azonban bárki megérezheti. Ez a ronda nagy dög egy kifejlett Ixodes ricinus. A közönséges kullancs népies nevén vörös hasú kullancs. Az atkák rendjébe tartozó vérszívó paraziták a közhiedelemmel ellentétben nem a fák lombozatán élnek, hanem a talaj közeli növényzet az igazi életközege. Amíg nem jut vérhez, addig a bokrok és füvek harmatnedvein tengődik. A májusi jó idővel megjelentek ezek az apró, ám cseppet sem bizalomgerjesztő szörnyek, amiktől az utóbbi időben egyre jobban félünk és egyre többet hallunk. Hazánkban átlagosan minden ezredik kullancs fertőzött az agyhártya agyvelőgyulladást okozó vírussal. A megdöbbentő viszont az, hogy sokkal gyakoribb a Lyme-kórt előidéző baktérium. 100 kullancs közül 10-ben megtalálható Európában.
Ha kirándulunk, akkor jó zárható ruhát kell felhúzni csukló nyak területén, boka területén, ne tudjanak felmászni a testünkre. Másrészt pedig mindig, amikor kirándulunk erdőjárás vagy egyéb fűben való tartózkodás után, a gyerekeket, a felnőtteket is este jó át kell nézni a hajlati területeken, hogy ott maradjon kullancs. Van egy nagyon egyszerű védekezési mód, ugyanis az erősen izzadékony egyéneknél gyakran találjuk azt a jelenséget, hogy gyakrabban csipi őket meg bogár, vagy gyakrabban találja meg őket az erős kipárolgás miatt. Pont emiatt érdemes esetleg polibét vagy B-vitamin tartalmú készítményt szedni, ugyanis ugyancsak ki ürül a párolgás révén a B-vitamin, és ez egy elég erőteljes szag, és ez el tudja tántorítani a bogarakat az illetőtől. Az erdőmezőn közlekedő állatokra és emberekre rásodródnak, az éppen pihenőkre pedig rámásznak. Életkörülményeikről tudni kell még, hogy nem kedvelik a fényt, a meleget és a szárazságot, azaz az árnyékos, hűvös és nedves csalitok, cserjések, főleg vadcsapások a kedvenc tartózkodási helyeik. Érdemes a legegyszerűbb, legkonzervatívabb kezelést választani, gyakorlatilag a levegőt elvonni egy kenőcsös vagy olajos pakolással, és akkor elengedi saját maga a bőréből a kullancs. Természetesen a nagy meleg és az erős napsütés másképpen is károsíthatja testünket. Aki érzékeny az első napsütés hatásaira, az igencsak érzékeli elsősorban napnak kitett területeken a bőrtüneteket, másrészt pedig nem is csak a nap, hanem az erőteljes párás meleg levegő, az erős izzadás révén nagyon sokszor úgynevezett meleg kiütés is kialakul, elsősorban a dekoltázs és a hátterületén, ahol erősebb a mennyiségben van jelen a verejtékmirigy. Érdemes hozzászoktató terápiát, akár egy szoláriumos, nagyon-nagyon lassú, nagyon mérsékelt, nagyon rövid ideig tartó szolárium kezelés, illetve orvoshoz is el kellene menni, mert a napkiütés sokszor egy fényérzékenységet jelez, tehát érdemes megnézni immunológiai vizsgálatokkal, hogy nincs-e eltérés a szervezetben. A melegkiütésre sajnos nagyon védekezni nem tudunk, hűteni a testünket, nem belsőleg, hanem külsőleg, kicsit borogatni, vagy gyakran az árnyékba húzódni. Összeültek a Közlekedési és Kommunális Bizottság tagjai. Újabb kerékpárjelölési akciót tartottak a Lékszeszgyár utcában. Ezekről a témákról, valamint az elmúlt 24 óra további fontos eseményeiről rövid hírösszefoglalón következik. A város stratégiai fejlesztési programjába illeszthető projektek előkészítésére benyújtható pályázatokról tárgyalt összevont ülésén a Közlekedési és Kommunális, valamint a Város és Környezetfejlesztési Bizottság. A Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadásával megnyílt a lehetőség arra, hogy 2004 és 2006 között az unió strukturális és kohéziós alapjaiból hazánk mintegy 1500 milliárd forint támogatásban részesüljön. Az EU-s támogatások általános célja a régiók közötti különbség csökkentése, az elmaradott térségek felzárkóztatása. A két testület Pécs lehetőségeiről, a pályázatok útján megszerezhető támogatások felhasználásáról tanácskozott. Ezt követően a Közlekedési és Kommunális Bizottság önállóan folytatta munkáját, és többek között a vasúti gyalogos felüljáró megvalósításáról, valamint a Bálicsi út rekonstrukciójáról tárgyalt. Idény elejé alacsony érdeklődés övezte a keddi kerékpárjelölési akciót a Baranya megyei rendőrfőkapitányságon. A biciklik gravírozását Naszvadi Pál rendőrőrnagy a bűnmegelőzési osztály fő előadója végezte, aki a Pécs TV kérdésére elmondta. Eddig a megyében 4002 kerekűt láttak már el ilyen négyjegyű azonosítószámmal, amelyek a felderített bűncselekmények során megkönnyítik a járművek beazonosíthatóságát. A gravírozással egy időben egy, a rendőrség által nyilvántartásba véve feliratú matricát és egy értéktárgy jegyzéket adnak át, amely tartalmazza a tulajdonos nevét, lakcímét, valamint a kerékpár típusát, gyári számát és különös ismertetőjelét.
A kerékpárokba gravírozott adatokat számítógép segítségével a Baranya megyei rendőrfőkapitányság nyilvántartásba veszi, amelyek jelenleg még csak megyénként, de a későbbi informatikai fejlesztések után már országosan is elérhetők lesznek. Egy osztrák-magyar pénzügyi és szakmai befektető kezébe került a Dérhús RT többségi tulajdona, miután a társaság részvényeinek csaknem 94%-át megvette a hazai bejegyzésű Meet Invest Kft. Jelentették be a Dérhús tájékoztatóján. Thomas Jobman, a Meet Invest Kft. Tulajdonosa elmondta, a korábbi többségi tulajdonos osztrák befektetőktől további 4%-nyi részvényt is megvásárol a közeljövőben, míg a kisbefektetők kezében lévő mintegy 2,2%-nyi részvény megvásárlására is ajánlatot tesz. Az új tulajdonos kapcsolatait felhasználva az Európai Unió piacain elsősorban Ausztriában, Dél-Németországban és Észak-Olaszországban szeretné értékesíteni a hazai piacon stabilan második legnagyobb húsipari cég termékeit. A középtávú cél a termelés volumenének növelése, és ennek megfelelően az alkalmazotti létszám emelése. Lukács György, a Dérhús RT elnök vezérigazgatója ezt kiegészítve elmondta. A pécsi üzemet fejleszteni szeretné a társaság, városunkban a Dérhús húscentrumát alakítják ki. Ennek érdekében a csomagolt, panírozott tőkehús készítésének feltételeit teremtik meg a Dérhúsnál, amely a 2002-es évben eredményes esztendőt zárt. 20 milliárdos árbevétel mellett 741 millió forint adózás utáni eredménnyel zártuk az elmúlt évet. Az eredményesség a 2000-es év stabilizációs intézkedéseinek, valamint a 2001-es év termék- és technológiafejlesztéseinek köszönhető, hangzott el a tájékoztatón, ahol a cég vezetői hozzátették. Idén 22 milliárd forintos árbevétel mellett a tavalyihoz hasonló eredménnyel szeretnék zárni az évet. A Pécsi Tudományegyetem egyeszámú gyakorló általános iskolája hagyományai a szíven idén is színpadra állított egy irodalmi művet. Az Emil és a detektívek című darab teljes egészében az iskola tanulóinak és tanárainak munkáját dicséri. Az ifjúsági házban tartott előadást természetesen a szülők is megtekinthették. Színház az egész világ, és nem lehet elég hamar elkezdeni. Az ifjabb korosztályhoz tartozó színészek előadásában mutatták be május 6-án Kessner darabját, az Emil és a detektíveket. A zenés táncos gyermek darab színrevitele a Pécsi Tudományegyetem egyes számú gyakorló általános iskola tanulói és tanári közösségének együttes munkáját dicséri. 10 évvel ezelőtt csináltuk az első darabunkat Schubert Tamással. Tulajdonképpen eszünkbe jutott annak idején, hogy volt egy ikerpár, és abból meg lehetne csinálni a két lottit, és hát én megírtam a szövegkönyvet, Tamás meg zeneszerző, úgyhogy így műzikel lett belőle, és akkor nagy sikerünk volt. És most úgy gondoltuk, hogy ezt valahogy folytatni kellene, és nagyon sok könyvet hoztak a gyerekek tulajdonképpen, hogy olvasgassam, hogy valamelyikből csináljunk már végre egy színdarabot, és akkor megint Kesznernél lyukadtunk ki az Emil és a detektíveknél, úgyhogy aztán a nyáron én ebből megírtam a forgatókönyvet, és Tamás nagyon örült neki, mert szeret velem dolgozni, úgyhogy kapott ő is, megszületett a zene is, úgyhogy szeptemberben már úgy tudtunk indulni, hogy kész darabot hoztunk a gyerekeknek. Szereplőválogatás volt, meg egy kis detektíves játék előtte ráhangolásként, és aztán így megszületett a darab. Természetesen az alkotók újabb darabot is terveznek. Igen, de nem szeretném elmondani, hogy mi az, mert azért egy-két év azért kell, hogy lecsengjen, úgyhogy hogy jövőre biztos nem, de két év múlva talán lesz egy másik. Már a terv megvan. Az előadásban több mint 100 gyermek vesz részt. Nem is az előadás az, ami szerintem sokat jelent itt, hanem maga az, hogy a gyerekekkel megszeretetjük a színházat. Egyszerűen egész másképp állnak a színházhoz azóta. Szívesebben megnéznek egy színdarabot, akár a tévében, akár iskolában visszik őket, és ezek a gyerekek már szinte szakértőként kritizálják a színészeket meg. Szóval egész másképp vélekednek a színjátszásról, mint régen. Úgyhogy ez a pedagógiai haszna sokkal fontosabb szerintem. Az érdeklődő szülők, pécsi, valamint vidéki óvodások, általános iskolások a közel másfél órás gyermekdarabot május 9-én 17 órakor megtekinthetik még a Pécsi Ifjúsági Házban. Fiúk, ismerjétek meg Emilt! Emil,
Pont ma ennyi volt. Internetes honlapunkon és Teletext oldalainkon további részleteket találhatnak témáinkról, észrevételeiket pedig telefonon vagy SMS-ben várjuk, elérhetőségeink a képernyőn. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a hírek hátterével, a Pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben. Várom Önöket. Minden jót, a viszontlátásra!